Az eszeveszett andalusz kalandunk nem jöhetett volna létre a kontinentál nélkül, ami itt az utunkat, otthon pedig a téli abroncsokkal a biztonságos közlekedésünket támogatta. Ha kétszer húzod, kétszer kell próbálni. Várjunk sokkal lesz, hogy te húzod, én meg... Első napi rendi pont, keresünk gyorsan egy reggeliző helyet, ahol bedobunk valamit, aztán nekiállunk ennek a fantasztikus városnak. Megjöttünk. Hola! És holnap esküszöm megkóstoljuk a tradicionális spanyol reggelit. Most csak bedobunk gyorsan egy croissant és már zúzunk is tovább. De holnap lesz a tradicionális spanyol reggeli napja. Figyelj, zsonkás sajtos meleg szendvics. Figyelj, én most olyan éhes vagyok, hogy ez olyan jól fog esni, mint semmi más, de tényleg. Sőt, kérhettünk volna nagy adókat is, de komolyan, ez most megindult a nyár elválasztásom. Hát akkor hasznosuljon az a sok nyál a szádban. Ilyet egyébként nagyjából mindenhol lehet kérni. Az a lényeg, hogy ez egy szendvics con jamón york, mantequilla y queso. Azért érdemes ezeket megtanulni, mert a legtöbb helyen nem beszélnek angolul. Viszont ha elmondjuk ezeket a varázsszavakat, nem csak nagyon kedvesek lesznek, hanem meg is kapjuk azt, amit szeretnénk enni. Gracias, adiós! Na és figyelj, 9 eurót fizettünk, onnan jöttünk, és 9 euróból 5 euró az a narancslé volt. Tehát, hogy valójában 2 euró volt a meleg szendvics. Meg lehet úszni a reggeliket viszonylag olcsón is Spanyolországban, szóval nem 800 forint két meleg szendvicsért talán nem olyan nagyon-nagyon olcsó, de nem is olyan sokkal drágább, mint Budapesten bármi. És Granada egy nagyon izgalmas hely, például a nemek aránya miatt, szóval, hogy 230 ezeren laknak itt, ebből azonban több mint 125 ezer a nő és kevesebb mint 110 ezer a férfi, szóval körülbelül olyan 17 ezer nőnek nincsen itt párja. És itt vagyunk a Sierra Nevada lábainál, ami azt jelenti, hogy viszonylag közel van innen már az a 3500 méteres csúcs, ami legtöbbször hófötte, és aminek a környékén lehet síelni, és egy ismerősömtől tudom, hogy nem csak síelni lehet ott, hanem ott úgy lehet síelni télen, hogy közben látod a földközi tengert, ahol többé-kevésbé nyár van, kivéve amikor mi is ott vagyunk. De egyébként Granada az egy kimondottan hűvös városnak számít, részben annak köszönhetően, hogy majdnem 700 méteren vagyunk, ami azt jelenti, hogy télen még akár fagyok is elképzelhetők, ma reggel is ilyen 4 fok volt. Tehát annál nagyon sokszor hidegebb nincsen, de olyan hideg azért időnként itt van. És nagyon sokat fogunk majd itt beszélni a Mór uralomról, mert hogy egy olyan csodálatos palota együttest hoztak itt létre, aminek nincsen párja az egész világon, de az majd a délutáni órákban történik meg. Most egy kicsit beszéljünk azokról az időkről, amikor a Mórok már elmúltak innen, mert hogy a spanyolok elmulasztották őket. És azért tudni kell, hogy a Reconquista egészen 1492-ig tartott, ez egy több száz éves folyamat volt, de a folyamatnak a végére itt tették a pontot, tehát ez volt az utolsó olyan Mórok uralta terület, amit a spanyoloknak vissza kellett hódítaniuk, és ezt sem úgy hódították ám vissza, hogy legyőzték a Mórokat, hanem hogy megegyeztek velük, szóval díleltek, hogy figyú, vinnénk ezt a földet, ezt fogadjátok el, nem éltatlankodjatok, de megőrizhetitek a vallásotokat, meg mindenféle ízéteket megőrizhetitek, és a Mórok meg azt mondták, hogy oké, akkor legyen így. És minden rendben is volt, ameddig a spanyol királyok el nem foglalták a Mórok palotáját, ide jöttek a városba, ahol egyébként vallási türelem volt, és békésen éltek egymás mellett az emberek. Aztán a katolikus egyház vezetői azt mondták, hogy azért az még sincs ám jól, hogy ahol a spanyol király székel. Szóval, hogy ott mindenféle imámok üvöltöznek a levegőbe, meg muszlimok járnak ilyen mecsetekbe, és ott imádkoznak, és hát a spanyol király úgy gondolkozott ezen egy ideig, és akkor azt mondta, hogy inkább vegyük el a muszlimok jogait, bezárattak mindenféle mecseteket, abból egy hatalmas lázadás lett, a hatalmas lázadásnak az lett az eredménye, hogy a spanyol király erőt akart mutatni, leverte véres kézzel ezeket a lázadásokat, és felmondta azt az egyességet, aminek köszönhetően vallási türelem volt ezen a területen, és ez volt az a pont egy 10 évvel a Reconquista vége után, amikor a Mórokat gettóba zárták, aztán végül elűzték őket a félszigetről. De ahogy mondtam is, ezt a Mór szakaszt ezt majd egy kicsit később nézzük meg, most koncentráljunk azokra az időkre, amikor ők már nem voltak itt, és átalakították a város szerkezetét, kiszélesítették az utakat, új házakat építettek, és hagyták elnéptelenedni a város. Ugye megbeszéltük Kordobában, hogy az 1 milliós volt, és abból lett 20 ezres, na itt olyan 30-40 ezren éltek az 1500-as évek közepén, és 5000-en az 1600-as évek közepén. Onnan küzdötték vissza magukat 230 ezerre. És sokat elmond a magyar és a spanyol nép közösségéről, hogy amikor a srácok megláttak minket, akkor annak, aki az árokban van, a többiek oda szóltak, hogy vesz a kamera, dolgozzál! És megpróbálnak leszedni minket pénzre, de mi nem hagyjuk magunkat. Ezzel azért szembesülünk időnként Spanyolországban, hogy ilyen
kedves asszonyok odajönnek hozzátok, próbálnak adni valami kis virágszálacskát, vagy fűszernövényt, vagy mit tudom én micsodát, és hogyha azt elfogadjátok, akkor pénzt kérnek tőletek, és ha nem fizettek, akkor rontást küldenek rátok, úgyhogy inkább el se fogadjátok ezeket a fűszernövényeket, de közben meg is érkeztünk a Granadai katedrálishoz, ami az első spanyolországi reneszánsz katedrális, bár tegyük hozzá, hogy nem annak épült, szóval eredetileg ez még egy gótikus katedrális volt a toledói mintájára, és rögtön azután elkezdett épülni egy mecset helyére, hogy megtörtént a spanyol Reconquista és 5. Károly nagyszabású építkezésekbe kezdett itt Granadában, például az Alhambrában is, a régi mór erődben, ahova délután fogunk menni, és ami, ahogy talán már említettem, szenzációs, és hát idővel elkészült ez a templom is, ami az elsősége miatt egyedülálló, bár ugye nem Abovo volt első, hanem azzá lett, amikor átépítették reneszánsz katedrálissá. És itt van mellette a királyi kápolna is, ahova pedig a királyi család tagjait temették. Egyebek között őrült Johannát is, aki annyira szerelmes volt a férjébe, hogy amikor az meghalt, na onnantól kezdve neki vége lett, szóval elzárkózott és visszavonultan élt, és nem igazán kommunikált senkivel. És hát azért, szóval, hogy az ő őrültségevel kapcsolatos nézetek azok erősen vitatottak, mert hogy egyrészt nem lett volna példa nélküli a családja, hogy valaki őrült, mert olyan nagyanyja is őrült volt, ő valami portugál uralkodó volt, meg akkoriban ugye azért a királyok, királynők azok meg tudtak őrülni, mert hogy viszonylag belterjes volt a DNS. Viszont 7. Henrik, angol uralkodó, személyesen ismerte őt, és járt is nála, és azt mondta, hogy egy szó se igaz az egészből, egyáltalán nem őrült, csak ilyen hatalomtechnikai eszközként vetették be az ő őrültségét, hogy mások uralkodhassanak helyette. De az tény, hogy nagyon-nagyon szerette a férjét, és hogy az borzasztóan megviselte, amikor elvesztette őt, ezért aztán a spanyol nép lelkéhez őrült Johanna közel áll, hiszen megélte a szenvedélyeit. Én egyszer ráfáztam, amikor szoborról tetszést nyilvánítottam. Azt jól, hogy összekevertél egy női fereget egy férfival. Én most így egy kameralatban nem nyilvánítok tetszést semmi szoborról. Olyan, mintha valamiféle képregényből mintázták volna, nem ott szoktak ilyen baltával vágott arcok lenni. Nagyon jó, nagyon jó. Tudod milyen? Egy ilyen art deco arc. Ha létezik ez a műfaj, ha nem, akkor most létrehoztuk. Tehát olyan, mint Art Deco-nak és Tony Starknak a szerelem gyereke. Figyelj, az van. Várjál, az volt, hogy a YouTube. Igen, tehát a tévé, akkor oké. Okay. Nem, emberhez eljut az adás, akkor nem, akkor nem. Szóval, hogy megpróbáltuk bentről felvelénetek a katedrálisra, nem lehet, mert hogy a YouTube-ra megy. A tévé az legalább annyira nem oké. Okay. Én inkább a pozitív változást látom ebben. Mindenben észre kell venni a pozitív változást, mert hogy elmondom, hogy mi az. Szóval 3 éve ezelőtt, ha be akartál ide menni, akkor megkérdeztek, hogy hova megy tévébe, nem YouTube-ba, oké, okay, akkor gyertek. Most meg hova megy YouTube-ra, hát akkor nem. Szóval, hogy most már egy szinten van a kettő, érted? Ugyanolyan veszélyes. Zweimal gefährlich. YouTube és tévé. Tehát, hogy ezeket egy szintre rakták. Hogy érted, nem? És a kápolnában meg annyira nem lehet videózni, hogy nem YouTube-ra, hanem haza se. Tehát sehova, semmi. A kulka. És most Albaicin város részben baktatunk felfelé a hegyre, ami egykor római város volt, Illiberis néven. Népszerű lenne Magyarországon bizonyos körökben. És amikor ide érkeztek a mórok, akkor már csak a hűt helyét találták a rómaiaknak. De mindenféle érdekes régészeti emléket túrtak elő a földön, mert hogy ők is foglalkoztak ilyesmivel, és azt mondták, hogy nézd már, 600 éve itt voltak a rómaiak, úgyhogy telepedjünk le itt. Hát hol alapítanánk város, hanem ott a rómaiak is jól érezték magukat. És amiért mi most eljöttünk ide, az pont a baktatás, ugyanis fel fogunk menni egy kisebb domb tetejére, és a domb tetejéről meg tudjuk tekinteni az Alhambrát, ami hát egy ilyen gravitációs súlypontot jelent Granadában, olyannyira, hogy majdnem elborul a város arra felé, mert hogy akik eljönnek ide, azok jellemzően nem mászkálnak ám itt, hanem mindannyian az Alhambrába mennek, ahova hát hetekre, hónapokra előre kell megvenni egyet, különben egyszerűen nem juttok be. Mi be fogunk jutni, azt nem tudjuk, hogy tudunk-e majd ott videózni, mert hogy hát kiindul az eddigi tapasztalatokból, minden tiltva lesz, majd megoldjuk iPhone-nal, mint Tangierban, nem? Legrosszabb esetben. Viszont innen meg tudjuk tekinteni az egész Alhambrát a maga teljességében, amit ott sem fogunk tudni egyébként megtenni, hiszen benne leszünk, és hát amit érdemes még elmondani erről a csodálatos mór
katedrálisról, hogy a századfordulón, a Reconquista környékén, a 15.-16. századfordulóján. Szóval aki csak a városban járt, az elámult, hogy úristen, hogy lehet valami ennyire fantasztikus. És ez igaz volt úgy a külföldi utazókra, muszlim vándorokra, mint az európai királyokra is. Ne nézz még oda. De még ne nézz oda. Ne nézz oda, menj tovább, menj tovább, ne nézz oda. Itt még nem szabad megnézned. Itt még nem láthatod. Menj tovább. És meg is érkeztünk a Camino Nuevo de San Nicoláshoz. A kirátóhoz. És ilyen kirátókból bővenek a környéken, 4-5 is megmaradt, ezeket tetszés szerint válogathatjuk, szelektálhatjuk, de hogyha hosszabb ideig vagyunk Granadában, mint mondjuk 6 óra, amennyi az Alhambrára kellhet, akkor felbaktathatunk ide is. Aros sedít, de jól néz ki. És tök jól látható, hogy mi az eredeti mór építmény, ugye a jobb oldalon, és hogy mi volt az, amit Kára épített hozzá akkor, amikor elfoglalta Granadát, és azt mondta, hogy kell neki egy helyre kis palota. Hát igen, de a helyre kis palotát a mórépületek védik ugyebár. A helyre kis palota az szép, a mórépületek meg megvédik, hogyha valami baj van. Hát a drónok ellen nem. És hogy valamelyes kontextusba helyezzük hobbitkodásunknak a mélységét, most, hogy a lembaszkenyér is elfogyott. Nézd, onnan jöttünk. Onnan, nem, amonnan. Ugye? Te egész jót hobbitkodtunk, hallod? Ugye? Igen, nagyon mélyen van a város. Akkor nem véletlenül vagyok ilyen fáradt. Nem, ez szinte egy kicsi Kilimandzsáró. És most, hogy bejártuk azt a városrészt, amit a katolikus királyok alakítottak ki a 16. században, megnéztük a római ősvárost, majd megtekintettük a palotát a távolból, amit a mórok emeltek, menjünk át a cigányok városrészébe. És meg is érkeztünk Sacromonte városrészbe, ami a Valparaiso hegyen található, méghozzá Granada északi részén, és a cigányok ide a Reconquista után érkeztek meg, és akkor foglalták el ezt a területet, és hogy nagyon sok arca van Granadának, és nagyon nehéz lenne megvitatni, hogy melyik a legromantikusabb, meg leghangulatosabb mindközül, de az biztos, hogy ha egyszer eljutunk ebbe a városba, akkor Sacromontét azt valamilyen módon útba kell ejteni, mert hogy hasonlóan izgalmas városrészek kevés helyen találkozunk a világban. És bár én ezt még nem tapasztaltam, állítólag a fehérre meszett barlangokból időnként felszáll a gitárszó. Mert hogy itt egyébként barlanglakások vannak, szóval, hogy úgy tűnik, hogy ezek házak. És valóban házak is, de emlékszünk Szetenére, hogy ott is a házak azok valójában a barlanglakásnak voltak csak a homlokzatai, de itt mondjuk nagyon jól tetten érhető, hogy miről is beszélünk, hogy ez a ház ez egyértelműen beleépült a barlangba, és meg lehet tekinteni 1 euróért, Robi. Gyere be! Én nem. Gyere, Robi. Ó, hát ez tényleg nagyon hangulatos, és figyelj, több szobánk is van a barlangban. Én itt ez az, aminek tudod mekkora ez, figyelj. Ez egy hatalmas labirintus a barlang gyomrában. Ezt ki akarom venni. Hallod? Nem ide kéne elhozni a nézőket? Csinálni valami furcsa gyeremi játékot? Ez felmerült már bennünk. Hol is? Bolognában. Ott van a torony, amit ki lehet venni a világ összes pénzért, de hogy ez milyen jó. És ami tök érdekes, hogy... Ugye ez nem követek el semmilyen főbejáró bűnt, hogy leültem az ágyukra. Hogy milyen jó itt benne az idő, ugye? Szóval sokkal langyosabb, mint odakint, egy ilyen plusz 6-7 fok van. És gondolom ez pont ugyanennyi nyáron is, amikor odakint meg plusz 30 fok van ehhez képest. Tök jó. Hát de tetszik ez nekem. Szellőztetni nem tudsz, de... Hát a háromszobában az legyen füldet, ott nem is kell szellőztetni. A konyhában meg tudsz szellőztetni, mert az meg ablakos. Ez belőlem esett ki? Mi ez? Ez a reggelink. Zumon Ranha. 5 euró. Na és most, hogy ezt megtekintettük, mehetünk enni? Éhesek vagyunk? Igen. Granada kajálási szokásai azok nagyon-nagyon különlegesek ám, már ami a tapasztalati, és mi most egy olyan helyre fogunk menni, amit a helyiek szeretnek. Valami és nagyon... ahol a helyiek járnak. Nagyon régóta, 50 éve. Igen? Igen, valami nagyon Granadát szeretnék enni. Éhes vagyok.
és nagyon hangulatos ez a város. Most itt sétafikálunk a patak partján, ami fölött kis viaduktok vannak, és megismertük rengeteg arcát, és úgyis nagyon-nagyon jó Granada, hogy egyelőre még egy métert sem tettünk meg a leghíresebb látványosságban, és az az igazság, hogy szerintem az Alhambra meg is öli ezt a várost. Aki idejön, annak a 90%-a csak felmegy a helyre, és meg sem nézi, hogy mennyi szépség van itt, és ha nem nyomasztaná agyon Granadát az Alhambra, akkor ez egy ilyen saját jogon tök népszerű kis üdülő célpont lenne, egy kis városka, egy kis 230 ezeres városka, de nem! Az Alhambra elveszi a városnak a fényét. Tudod mit? Most már nem is bánom, hogyha nem engednek be oda minket kamerázni, mert hogy akkor legalább Granadáról beszélünk. Nézzétek ezt a kis viaduktot! A patakocska fölött! Kis patak! Kis patak! A hűsvíző kis patak! Chipirone grande y gamba plancha pequeño. Sí, y dos pan, por favor. Perfecto. Gracias. És az a helyzet, hogy Granadában tök spéci a kajálás, mert hogy mielőtt megrendeltük volna már a kaját, kihozták nekünk ezt, és te megkérdezted, hogy ez mi a fene, ugye? És hogy a kérdés teljesen jogos, hiszen ide dobtak nekünk egy ételt, amiért nemhogy nem fizettünk, hanem meg sem rendeltük, de hogy a jó része a sztorinak, hogy nem is kell érte fizetni, itt ugyanis a tapasz az ingyen van, egész Granadában, és hogy a tapasz műfaja az igazából innen indult, hogy adtak kis borkorcsolyákat, sörkorcsolyákat az embernek, hogy igyon és közben legyen mit ropogtatnia. Na most itt a ropogtatni való az nem ropi, vagy keksz, vagy valami hasonló, hanem rák, meg halacska, és azokért az ételekért, amiket csak így ide dobnak a sör mellé, azokért nem kell fizetni. Ahova pedig eljöttünk, az a Los Diamantes, ez egy olyan étterem, ami nagyon kedvelt a helyiek körében, és ami az 1940-es évek óta itt van, szóval ebből ki is lehet matekozni, hogy ides tova, majdnem 80 éves, Giacchino, grazie. Úgyhogy egy jelentős granadai helyszínen fogyasztjuk el az ebédünket. Jók a rákok. Jó, hogy ilyet nem kértünk, ilyet rántva. Grazie. Hát és ha azt mondják, hogy dobre vecse, akkor ne sértődjünk meg, mert nem azt mondják, hogy dobre vecse, hanem szlováknak néznek minket, hanem bona provecce. Jó étvágyat. Ez egy az egyben olyan, mint a galiciai polit. Csak? Nincs rajta krumpli. Ja tényleg a krumpli hiányzik róla. De ugyanúgy a füstölt paprika, az olívaolaj, meg a só. Grazie, adios. Na és most, hogy ettünk egy jót, teljesítettük a küldetést, mehetünk fel az Alhambrához. Vagyunk. És egyelőre nem kobozták el tőlünk a kamerákat, úgyhogy tudunk beszélni az Alhambráról, amit az 1300-as években építettek a mór uralkodók, hát egy jó 50-60 éven keresztül épült, és hát nagy mázia volt, hogy viszonylag újnak számított akkor, amikor megtörtént a Reconquista, és 5. Károly megérkezett ide, körülnézett, és azt mondta, hogy ez sokkal királyabb, mint ami nekem van, szóval ahelyett, hogy leromboltatták volna az egészet, azonnal nekiálltak a helyrehozatalnak, mert ugye azért itt volt egy hosszú csata, meg volt egy hosszú ostrom, és az többé-kevésbé azért erősen megtépázta a helynek a csillogását, de amint lehetett helyrehozták, és a 5. Károly onnantól kezdve jó ideig innen irányította a birodalmát. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ő is hozzányúlt az épülethez, hogy felépítse magának egy hegyke kis reneszánsz palotát, viszont az igazi kárt azt nem ő okozta, hanem Napóleon seregei, akik szétlőtték akkor, amikor visszavonultak, és hát ez volt az 1800-as évek eleje, és csak az 1900-as években indult meg a restauráció, ami mind a mai napig tart, és ennek köszönhetően az Alhambra az több évszázadnyi építkezésnek és rombolásnak az eredménye, és alapvetően több részből áll. Egyrészt vannak a nagyon jellegzetes és vastag várfalak, vannak a paloták, amikben vannak mórpaloták, és vannak keresztény paloták is, és van a generalife, ami a kertecske, ahol az uralkodó lébecolt, és gondolkozott a világ dolgairól. Abban van a nyári palota is, ami ugye távolról látszik, hogy körülbelül 200 méterre van a télitől, tehát hogy így nehéz megmagyarázni, hogy minek kellett 200 méterre egymástól két darab palotát is építeni, de hogy az még kertesebb, még virágosabb, még nyugisabb, még inkább el lehet ott lenni a fullasztó nyári hőségben. Ezt intézték Napóleonék. Ja. Köszönjük szépen. Tehát ahova mentek, ott mindig csináltak valami galibát, ugye? És egészen konkrétan ott voltunk szemben, amikor átnéztünk ide a kilátóból. Az megvan? Igen. Tehát, hogy onnan indultunk, ott végsétáltunk, és az pedig ott a
cigányvárosrész. És az Alhambra egyébként azt jelenti, hogy vörös, mert hogy ezt a helyet teljes nevén Vörös Erődnek hívták, és amikor bejövünk a palotákba, akkor megtekinthetjük az iszlám művészet jellegzetességeit. Ugye tiltott volt az emberábrázolás, tiltott volt az állatábrázolás, éppen ezért ilyen geometrikus formákkal próbálták díszíteni a termeiket, és ezek a geometrikus formák egyrészt nagyon gyakran és végtelenség ismétlődtek, másrészt meg nagyon izgalmas fényárnyék játékot hoztak létre, és ez egy ilyen elképesztően aprólékos munka, ami remekül bizonyítja azt, hogy a kreativitásra milyen remek hatással vannak a korlátok. És verifikáljuk, hogy tisztázzuk, tehát hogy Napóleon ezeket lövette ágyúval. Jó, én csak kérdezem, tehát hogy ezeket hogy fogd, de szép durr. És mondhatnánk, hogy ehhez képest ugye 5. Károly, hogy mennyire jó fej volt, mert ő nem szétlövette, hanem beköltözött, de meg szétlövette Rómát, szóval hogy úgy látszik, ez ilyen közös uralkodói szokás. Szétlövetni szép dolgokat. Ez meg a másik jellegzetesség, a sok belső udvar, a csobogó kis szökőkutakkal. Amik értetted, hogy amik már 1000 éve is csobogtak, és ha pedig áttekintünk oda, akkor még egy jellegzetesség, a csodálatos, rengeteg színben pompázó csempe. Látszik, hogy ebben a gyönyörű munkában mennyi rengeteg idő van, és hogy ugye ezt annak idején is tölthették volna hasznosan dologgal is, mint hogy ezeket farigcsálták itt 50 évig, nem? Dolgozhattak volna a földre? Tehát, hogy nekem egy picit az az érzésem, mint az iOS-ben, amikor kiírják, hogy 18 darab új emojit tettek bele, hogy a mai világban is lehetne hasznosabban eltölteni azt az időt, amit arra a fejlesztésére szántak, de lenyűgöző. Napóleon meg idejött, azt mondta, hogy bírja az ágyot. Ágyot bírja? Pocit szereted? Ezt még übereljük. Hát ez a leghíresebb része az oroszlános udvar. Oroszlános csudvar? Igen, és ez azért durva, mert hogy ugye az iszlám művészetekkel ugye nem annyira fér össze bárminek az ábrázolása, és itt mégis megtörtént. És túl azon, hogy belépünk ugye a cifra palotába, ez már önmagában egyszerűen az ember nem találja a szavakat. De ha tovább megyünk, akkor meg egyszer csak ott vannak az oroszlánok, amik talán a leghíresebb részei az Alhambrának. De a körítés is elég király. És ez egy 440 négyzetméteres udvarocska, szóval nem túl nagy, és több mint 120 oszlop van körbe. És ha esetleg érdekel, hogy ki az, aki megrendelte, első Yusuf rendelte meg. Yusuf, szóval az első Yusuf udvara. És tudod, mi található az oldaltermekben? Ott lakott a hárem. Yusuf kijött ide, azt mondta, ez király? Nem, azt mondta, hogy én vagyok a király. Az igaz. Én vagyok a... Ez király, de vagy én vagyok király. Ez meg itt a fürdő. Olyasmi, mint ahol tegnap voltunk Kordobában. De ami az érdekessége, hogy ez tök eredeti. És ez az egyetlen a nyugati világban, ami érintetlenül megmaradt, és amiből el tudjuk képzelni, hogy milyen volt. Hát 7-800 évvel ezelőtt egy hammam. Hát ilyen. És látjátok, onnan fentről jön be a fény. Egyébként, aki már volt török fürdőben, például Budapesten, amit megtehet, annak valamelyest ismerős ez a kép. Hát itt sokkal szebben vannak faragva az oszlopok, meg a díszítés is egy kicsit más, de mégis viszonylag közel van egymáshoz a kettő. Szóval, aki nem akar ide eljönni és betörni ebbe az épületbe, hogy kipróbálja, milyen egy eredeti fürdő, egy eredeti hammam, és nem akar idehozni magával meleg vizet, szóval az egész nagyon bonyolult, ígyétek el itt fürödni egyet, az megteheti Budapesten sokkal olcsóbban, sokkal egyszerűbben, és legálisan is. Egyébként 5. Károly is azt mondta, hogy jobb, mint hogyha élve felzabálnának a tetvek, és elkezdett ő is itt fürödni. Tényleg? Igen. Rájött, hogy a fürdés jó dolog? Igen, hogy ez az új őrület. Ez mennyivel jó? Ez az új őrület, a fürdés. De végülis van benne némi ráció. Kicsit hülyeség, kicsit felesleges, pazarolja az időt, de végső soron van benne mókafaktor is. De egy élményfaktort hagytak ki ezek az emberek annak idején, ugye? De mennyi időt megspóroltak, ugye? Tehát azért van szerinted ott a nyári palota. Igen, így van. Mert hogy miért? Hát a magasság miatt. Hát tudod, hogy 200 méterenként egy fokot hűl a levegő. Ja, tényleg. És ott már ritkább is a levegő, hát nem? Hát az lehet, hogy ritkább, de az azt jelenti, hogy ott legalább egy olyan fél fokkal hidegebb volt. Negyed. Tized. Tehát ez egy ilyen 10 méterre van fölöttünk, vagy 20.
Károly ezt építette hozzá, ahhoz, amit eddig láttunk, és azért látszik, hogy ez nagyon-nagyon más. Igen. És valójában szét is kellett ezt azt rombolni ezt ahhoz, hogy... Valaminek a helyére kellett ezt tenni. Reméljük, hát az istáló helyére tették, ugye? Persze. Na és bár a palota az erősen elüt az Alhambra többi részétől, azért mégiscsak egy jelentőségteljes épületről van szó. Konkrétan ez a spanyol reneszánsz egyik legjelentőségteljesebb példája, és hát a városban maradt mórok adóiból építette fel magának 5. Károly, és ha valakinek ez a belső udvar a bikaviadalokat jutott eszébe, akkor ő nem téved, mert hogy 5. Károly nagy rajongója volt ennek a, minek nevezik, sportnak, akkoriban még mindenféleképpen lehetett ennek nevezni, úgyhogy amikor terveztette a palotát, akkor konkrétan az volt az igény, hogy legyen a belseje olyan, mint egy aréna. Most pedig megyünk a generálifébe, vagy generálifába. Szóval, hogy megyünk a nyári rezidenciára, és megnézzük a csodás kerteket is. És a generálife az a nyári rezidenciája a királynak, egyetlen palotával, számos kerttel, kiülővel, kilátóval, és hát azt a célt szolgálta, hogy egyrészt a király itt tudjon lévet szólni nyáron, másrészt meg az, hogy el tudjon vonulni a palotából, ahol mindenféle figura zaklatta őt, és a gondolataiba tudjon temetkezni, és 1319-ben terelték el a Daro folyót, és annak a vizét vezették be ide, és ezek a csobogó szökőkutak, ezek nem a 20. század gyermekei, hanem ezek több mint 700 éve itt csobognak. Úgyhogy amikor megérkezett ide 5. Károly, a Reconquista során visszafoglalták ezeket a területeket, akkor egyrészt alaposan meglepődtek, másrészt meg nagyon-nagyon megörültek mindannak, amit itt találtak. De hogy csináltak akkor szökőkutat? Valami gravitációs elven följebbről engedték a vizet? Így van. Sőt, meg valaki mindig öntötte vele folyamatosan, hogy... Nem, hát az, hogy el van terelve egy folyó, ja, értem. És annak a nyomása az magasabb, mint ahol most vagyunk, mert ez feljebb van. És így aztán megoldják, hogy csobogjon a szökőkút. Csak ez így elgondolkoztatja az embert, hogy most olyan determináltnak látszik, hogy melyik civilizáció van, melyik fölött, nem? Persze sokan vitatják, hogy a civilizációkat össze lehet hasonlítani egymással, de mondjuk én kimerem jelenteni azt, hogy egy európai civilizáció, mondjuk egy kanibál közösség fölött jár morálisan, meg minden szempontból. Főleg azért, mert már nincsenek kanibálok, és így nagyon könnyű őket alázni, de hogy minden esetre az emberek fejében érez az aláfölé rendeltség, meg az a fajta kép, hogy ez nagyon sok mindenből fakad, például a mi európaiságunkból, miközben ezzel az európaisággal mondjuk 1400-ban kitörölhettük a segünket, mert hogy az a kultúra, amit itt találtak a Reconquista során, az magasan a fölött állt, mint ami ide megérkezett. Tudományokban, orvostanban, szökőkutakban például tönkreverte az európai kultúra, fürdőkultúrával, vagy hogy egyáltalán a fürdésben, ugye, tehát hogy az is magasan az európai fölött. Szóval, hogy azért változnak az idők, meg változnak a szokások, meg az is változik, hogy éppen ki a Jani. Minden esetre az 1300-as években egyértelműen a mór uralkodók voltak a környék janiai. Vagy juszufai. Igazából a juszufa. Az a Jani, az a jatagán van. De mondjad, mire jöttél el. Nem mondd el. Ne csak itt legyél bátor nekem, hanem a többiek előtt is. Mondd el. Mondd a többiek, hogy mire jöttél el. Lecsikiszted. Nem, nagyon vicces. Mondjad, szerintem parádés. Igen. Hát, onnan hát, indult a vicc, hogy a Reconquista az, amikor a spanyolok visszafoglalták ezt a területet a móroktól, mire neked eszedbe jutott, hogy... Hát, hogy amikor a kunok megtámadták Magyarországot, akkor ők azt úgy hívták, hogy Reconquista. Nem jó. Na figyeljetek, ez az adás ennyi, de tudjátok, a videó alatt ott van a Hello utazónak a linkje. Ha arra bögtök, akkor 10%-os kedvezménnyel tudtok utasbiztosítást kötni az év végéig, és őket nagyon jó szívvel ajánljuk. Egyrészt azért, mert mindent meg lehet csinálni náluk online, másrészt azért, mert egész évben támogatták az utazásainkat, és nekik is köszönhetően jutottunk el egy csomó ilyen remek helyre közösen, és hát azért, mert hogyha például elmész egy utazásra, és nem történik semmi káresemény, akkor a biztosítási díj felét azt visszakaphatod, hogyha van egy megfelelő bankkártyád, vagy felajánlhatod például jótékony célra, vagy felhasználtad a következő utazásodhoz. Úgyhogy videó alatt a link, mi pedig mára befejezzük, de holnap még jövünk vissza az Andalusz kalandok utolsó részével, méghozzá Sevillából, és bár ott hátul esik az eső, ezért ezt most egy kicsit talán nehéz elképzelni, de úgy néz ki, hogy sütni fog a nap. Oh. És 21 fok lesz, egy 12-vel melegebb, mint most. Rövid gatya póló. Hát az talán túlzás, de minden esetre a bőrkabátot azt letehetjük. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Holnap még jövünk. Sziasztok!